Oké, ezeket tényleg ne próbáljátok ki otthon. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 nagyon para rituálét gyűjtöttünk össze nektek. Ezen a listán olyan rituálékat és természetfeletti játékokat hoztunk, amihez őrültnek, bátornak vagy őrült bátornak kell lennetek, hogy kipróbáljátok. It's believed that productions of Macbeth, or to say even the name of Macbeth, would bring on bad luck to a theater production. Legyen szó modern elképzelésekről, amik a neten lettek híresek, és teszem azt a creepypastáról erednek, vagy éppen ősrégi történetekről, amik szájhagyomány útján terjednek, itt bizony szerepelni fognak. A rituálékhoz részletes használati utasítás is tartozik, de azokban annyira most nem fogunk elmélyedni. 10. Ördögarc. Ez egy meglehetősen egyszerű rituálé lesz. Mindössze 12 fekete gyertyára lesz szükséged hozzá. Hogyha esetleg pont nincs otthon egy tucat, akkor menj el a legközelebbi fekete gyertyát is árusító boltba, és tessék szépen köszönni az eladónak. Aztán otthon csak annyi a dolgod, hogy egy sötét fürdőszobában esztétikusan elhelyezed ezeket. Fontos, hogy a sikeres rituálé után fújd el őket, mert tűzveszélyes az égő gyertya. Ha már égnek, hunyd le a szemed, és pontban éjfélkor nyisd ki. Ekkor megpillantod a tükörben a tükörképet helyén az ördög fejét. Ha túlzattal lesokkolna, védj egy relaxáló fürdőt a gyertyák fényében. 9. 11 mérföld. Következő tételünk egy 11 mérföldes kirándulás, tele földön túli és természetfeletti terrorral, amit ha túlélsz, akkor nagyon jó lesz neked. Jó hangzik? What are you doing? A rituálé lényege, hogy gondolj valamire, amire a legjobban vágysz. Most pedig ülj be az autódba este vagy éjjel, az a lényeg, hogy sötét legyen, de nagyon fontos, hogy egyedül. Indulj el, visszapillantót és a biztonsági övet csekkold, és keress egy 11 mérföld hosszú utat. Ne aggódj, ha nem találsz, mert mi kilométert használunk, a feladat része, hogy kellően koncentrálj, és megjelenik neked. Viszont minden 1,6 kilométerenként új rémségek várnak rád. Földön túli szellemek, parasikolyok, autómeghibásodás és jeges hideg. Ha esetleg túlélnéd, akkor viszont teljesül a kívánságod. 8. A három királyok. A megtévesztő nevű rituálékat olyan horror és sci-fi rajongóknak találták ki, akik nem tudják, hogy nem szabad dimenziókapukat nyitogatni. A hozzávalók listája hosszú, szükséged lesz némi időre és rengeteg cuccra. 3 székre, 2 tükörre, egy ventilátorra, legalább egy gyertyára. Látjátok, ha most 13 fekete gyertyát vettetek volna a boltban, nem kéne kétszer fordulnatok, és még egy ébresztő órára is. A készülődés után hajnali 3 óra 33 perckor le kell ülnöd egy gyertyát tartva, egyenesen kell nézni egy órán keresztül, és ebben az időintervallumban képes leszel átjutni a rejtélyes árnyoldalra. Hogy mi is a rejtélyes árnyoldal? A rituálé után megtudjátok. És írjátok meg nekünk kommentben. Hetedik, Harry Bósam képtára. Ez már egy bonyolultabb folyamat lesz, ahol egyetlen aprócska hiba is halálos lehet. Megelevenednek szemed előtt a legrosszabb rémálmaid, elégsz belülről, esetleg egyenesen a pokorra kerülsz. Kivéve talán az, aki ateista és nem hisz benne. A rituálé sok lépésből áll, amiről most nem ejtünk szót, elég annyit megemlíteni, hogy el kell jutnotok egy apró párizsi bárba. Hogyha éppen nem Párizsban vagytok, akkor az egyik hozzávaló már is egy repülőjegy. Ha sikerül mindent teljesíteni, akkor megcsókolt titeket egy zöld tündér, amitől egy egész életre elég kreatív inspirációt kaptok, és még Bósan festményeit is láthatjátok, ha megmeritek őket nézni. How about you? I'm not feeling a goddamn thing. 6. Fürdőviadal. Ez legalább egy tiszta rituálé, mert fürödhetünk közben. Miközben hajat mostok, annyit kell mondogatnotok, hogy Daruma-san lezuhant. Ezután látni fogtok magatok előtt egy zuhanó nőt, aki beveri a fejét egy rozsdás csapba, ami átszúrja a fejét a szemén keresztül, majd meghal. Azt mondják, hogy másnap Daruma-san szelleme elkezd követni titeket. Hogyha megfordulsz és ránézel, azonnal eltűnik, de ha a vállad fölött gyengéden elfordulva próbálod, akkor megpillanthatod az egyszemű szellemet. Ekkor egy vágós karatés mozdulatot bemutatva, és azt kiáltva, hogy kitá! Legyőzhetjük, megszabadulhatunk tőle, és nyertünk. Use a karate chop action! Hey, hey, how you doing there? Vagy menjetek csak kőbányára, ott sok az ilyen arc.
Ötödik, a gardróbjáték. Szerencsére ez most olyan, ahova vihettek egy barátot is magatokkal. Nem lesz szükségetek drága kiegészítőkre, nem kell másik dimenzióval kapcsolatot teremtenetek, vagy szellemeket hívnatok, csak egy egyszerű démont idéztek meg közösen. Mert az annyira jól szokott elsülni. Ismételten, az ateisták biztonságban vannak. Most, hogy figyelmeztettünk titeket, lássuk a részleteket. Bemásztok egy gardróbba, legyen nálatok gyufa, majd mondjátok, hogy mutasd a fényt, vagy hagyj a sötétségben. Just us. Ha bármit hallotok, gyújtsátok meg a gyufát, és nyomás ki onnan, utána pedig soha ne nyissátok ki a gardróbot fény nélkül. Ott már egy démon lakozik. Negyedik, a lift rituálé, vagy játszma. Komolyan, ezekből a rituálékból olyan fantasztikus Z-kategóriás horrorfilmeket lehetne készíteni. A szabályt egyszerű, mindössze egy lifttel kell emeletek között fel lehaladni, specifikus szinteket érintve egészen addig, amíg egy ijesztő hölgy be nem lép a liftbe. Amikor megjelenik, fontos, hogy ne vegyetek tudomást róla, csak menjetek fel a 10. emeletre, és ami még fontosabb, ezt olyan épületben próbáljátok ki, ahol valóban van 10 emelet. Hogyha mélyebbre akartok menni, akkor a 10. szálljatok ki a liftből, és már is egy alternatív dimenzióban lesztek. Are you ready for your turn, Anthony? Akár körbe is nézhettek abban a világban. Ahhoz viszont, hogy visszajussatok a ti világatokba, csak meg kell ismételni ezeket a lépéseket, és ugyanazt a liftet kell használnatok. Harmadik, az éjféli játszma. Hogyha van egy szabad estétek és nem szeretnétek unatkozni, akkor remek szórakozás beengedni az otthonotokba egy szellemet, aki aztán üldöztiteket 3 órán keresztül a sötétben. A rituálé első lépése, hogy szúrd meg magadat, mert egy kis vérre van szükség. Like a man. Ha ezt nem akarod, akkor skippeld inkább ezt a játékot. Jön a következő pár lépés, az utolsó pedig annyi, hogy kinyitod az ajtót, ezzel beengedve az éjféli embert, és kezdődik is a játék. A lényeg, hogy folyton mozgásban legyél, ha nem látsz szellemfigurát és nem hallasz suttogást, jó vagy, ja, meg a gyertyát sem alhat ki. Második, Bloody Mary. Egyértelműen ez a legismertebb a pararituálék közül, és egyben ez a legegyszerűbb is. Mindössze vodkára és paradicsomlére van hozzá szük... Várj, mi? Ja, az a Bloody Mary! Mindössze 3-szor el kell ismételni a nevét a tükör előtt, és megjelenik. Bloody Mary. Amikor pedig megjelenik, állítólag sokféle formát felölthet. Ez lehet egy holttest, egy szellem, vagy éppen boszorkány. Valamint különféle módokon tehet el téged lábalól. Megfojt, kiszívja a lelked, esetleg kiválja a szemeidet. A jó hír, hogy ott lehetnek a pajtásaid is, amikor megidézed. Igaz is, jobb nem egyedül meghalni. I believe in Bloody Mary. I believe in Bloody Mary. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, egy személyes bujócska. I told you you'd be sorry. Ez egy relatíve ártalmatlan dolog gyerekként, viszont ha felnőttként teszed, kérlek, fordulj segítségért. Vigyázz magadra, rendben, mi veled vagyunk. Szóval a para változat éjjel történik, és mindössze egy plüss figurára lesz szükséged, akit megszállhat egy lélek. Első körben szedd ki a bélést belőle, tegyél bele főzetlen rizst, és egy kicsit a saját körmödből, majd helyezd vízbe. Ez lehet csap alatt, vagy egy kádban, és már kezdődhet is a játék. Első körben mindig te vagy a hunyó, viszont egy élettelen tárgyat nem különösebben nehéz megtalálni. Ha megvan, szúrjátok át, öntsetek rá némi sósvizet, és indulhat az igazi móka, amikor már a megszállt baba próbál megtalálni téged. Me, Chucky. What do you think? Szerintetek melyik volt a legparább rituálé ezek közül? Szoktatok játszani hasonlókat? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi videóinkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!